Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az olvasókörben Kenesei András, író, művészettörténész, a ma esti vendégünk. Kenesei Andrást a Biblia emberei című sorozat keretében hívtam meg, amelynek első szereplője Gábor György volt, akivel a két teremtés történetről beszéltünk. A második vendégünk Bitó László volt, akivel Ábrahám alakját idéztük fel a Bibliába. A következő vendégünk Kamarás István volt, akivel Thomas Mann József és testvérei című regénye alapján és a Biblia szövege alapján idéztük fel az ő bibliai szerepét. Ber Miklós püspök volt a negyedik vendégünk, akivel Jézus bibliabeli szerepét és az egyház alapítás körülményeiről beszéltünk. Mai vendégünk tehát Kenesei András, aki művészettörténész, ez a profi foglalkozása, és író, mert eddig több mint 10 kötetet publikált a közönség számára. Kedves András, van-e kiegészíteni valód ehhez a rövid bemutatáshoz? Legfeljebb csak annyi, hogy azt hiszem nagyon jól szervezted össze az egészet, mert ugye egyebek közt volt irodalmi megközelítés, aztán volt Jézus megközelítés, és hát én a képzőművészet felől próbálom közelíteni, ugyancsak Jézus középpontba állításával, mégpedig azért, mert a legtöbb képzőművészeti ábrázolás Jézus Krisztusról szól, és ha szabad ilyet mondanom, az ő ábrázolásai közül is a legtöbb a születése és a halála eseményeivel foglalkozik. Tehát akkor mi most ugyancsak így indulunk el, erre felé megyünk. El tudjuk helyezni Jézus alakját a bibliai időfolyamban, illetőleg egyáltalán a világon milyen időszámítások vannak a különböző vallásokban? Természetesen nem csak, hogy ahány vallás, annyi időszámítás, mert ha csak az egyisten hívő vallásokat vesszük, akkor más időszámítása van a zsidó vallásnak, a keresztény vallásnak és a mohamedán vallásnak. Hogy egy példát mondjak, a keresztény időszámítás szerint idén 2021-et írunk, a zsidó időszámítás szerint 5781-et, a mohamedán időszámítás szerint pedig 1442-t. Mindegyik kapcsolódik valamihez, ha szabad elmondanom, akkor ezt is elmondom, de a végére hagyok egy majdnem viccszerű jelenetet, de azt megokolom, hogy hogyan alakult ki, nevezetesen. Ugye a keresztény időszámítás, amivel majd mi is foglalkozunk, az Jézus Krisztus születéséhez kapcsolódik, tehát amikor Jézus Krisztus született, az volt az első év. Onnan számítjuk a mai napig. Igen ám, csak hogy a mi időszámításunk szerint, a jelenlegi időszámítás szerint 525-ben határozták meg, hogy mikor is volt Jézus Krisztus születésének az időpontja. Tehát 5,5 évszázaddal később valamit kimutatni igazán nem könnyű dolog. A mohamedán időszámítás, ugye az Mohamednek a Mekkából Medinába való futását újabban azt mondják, polkor módján, hogy Mohamed nem futott, hanem áthelyezte a működési helyét. Végül a zsidó időszámítás pedig több megközelítés szerint miért éppen akkor kezdődött, amikor, tehát 3760 évvel a keresztény időszámítás előtt. Ennek babiloniai gyökerei vannak, mezopotámiai gyökerei, és onnantól volt a zsidó időszámítás, az is jóval később indult el és kezdte el. Na most van még egy időszámítás, ez csak Észak-Koreára jellemző, ott 110-et írunk. Ugyanis, hadd ne magyarázzam hosszabban, Kim Ir-szen születésének az évétől számítják az észak-koreai időszámítást. Ezzel lehet mosolyogni, de igazság szerint komoly történeti gyökerei vannak. Nevezetesen igen-igen sokszor előfordult már, hogy egy-egy uralkodónak a születésekor, vagy az uralkodása megkezdésekor volt az időszámítás első éve annak a kultúrának, annak a népnek. Mondok egy másik érdekes dolgot, például az eszkimók egészen másképp számolják az éveket,
mint minden más ember a Földön, az már náluk gyakorlatilag nem követhető az, ahogy mi követjük az időjárásaik miatt. Na jó, akkor lássuk a következő kérdést. Nézzük akkor, hogy Jézus alakját ebben az időbeli folyamatban hogy helyezzük el, és miért pont a képzőművészet mutatja a legnagyobb érdeklődést a Biblia iránt, mint művészeti ág? Hát úgy gondoljuk, hogy a keresztény képzőművészet, nem? Igen. Mert a mohamedán képzőművészet nem, a buddhista nem, az észak-amerikai indiánoké nem, tehát csak a keresztény művészetről beszélünk ilyenkor, és hát természetesen azért, mert Isten igazából őszámít vallás alapítónak, akárhogy is nézzük. És a Bibliában, az Új Szövetségben természetesen arról beszélünk, kiemelkedő helye van. Azért tegyük hozzá, ezt talán kevesen tudják a keresztény kultúra ismerői és gyakorlói közül, hogy a mohamedán vallás is elismeri Jézus Krisztust, de csak mint egyet a több apostol vagy a sok apostol között. Tehát náluk szerepel, míg a keresztény vallásban nem szerepel Mohamed semmiféleképpen, talán azért, mert amikor a keresztény vallás elindult, akkor Mohamed mintegy 6-6,5 évszázadon keresztül nem volt még fizikai alak, nem volt még benne a dologban. Később pedig akkor, amikor elindult a dolog, akkor már nem fért bele ebbe az egészbe. Ráadásul tegyem hozzá, hogy ugye az iszlám, a Korán, a mohamedán vallás tiltja az emberek ábrázolását, sőt, hogyha komolyabban veszük, akkor bárminek, a fának, virágoknak, állatoknak, madaraknak az ábrázolását. Itt is többféle irányzat van, síiták másképp, mint a szunniták, és így tovább, és így tovább, de ebbe sem menjünk bele, mert a kérdés ugye Jézus Krisztusra vonatkozott. Így. Akkor nézzük hát az első képet. Az első kép az a Priscilla katakombának az egyik festménye, és ez azt mutatja, hogy az ókeresztény vallás az tiltott vagy üldözött vallás volt a római birodalom korai császár korában. Akkor kezdett elterjedni a mi mai időszámításunk szerint az első-második évszázadban, és korábban ugye egészen addig, amíg a kereszténység nem lett államvallás, akkor már a kelet-római és a nyugat-római birodalomban, addig a római vallás az sok isten hívő volt. Összeszámolták egyszer, több mint 300 isten tiszteltek, és nagyon nyitott volt a vallásra. Ez az érdekes egyébként, talán máig megfejtetlen dolog, hogy mi az oka annak, hogy a eredeti római vallás, amelyik annyira nyitott volt, hogy 300 istent képes volt befogadni mindenféle istentisztelettel, templomépítéssel, egyházi adózással, mi egyébbel, az miért volt ennyire keresztény ellenes, amikor megjelent a kereszténység, és egyre több és több híve lett a római birodalomban? Ha egyáltalán próbálunk valamilyen választ keresni rá, akkor valószínű az a válaszunk, hogy a római államvallás, a sok vallások együttese, az gyakorlatilag szinte mindenkinek a vallása lehetett, de főként a polgároké, a római elité, a kereszténység pedig a rabszolgáké és a szegény embereké. És ez nagyon-nagyon figyelmeztető jel volt a római uralkodó osztály számára, antik Rómáról beszélünk, hogy milyen sok ember képes csatlakozni ehhez a vallási mozgalomhoz, és így aztán elindultak a keresztény üldözések, ami egy nagyon-nagyon furcsa, nem azt mondom, hogy pálfordulás, csak egy nagyon-nagyon furcsa, nem egyik napról a másikra, de egy lassú-lassú fordulás arra, hogy ez az a vallás, amit nem tudunk megtűrni a többi isten tisztelete mellett. És ezért éppen ezért az emberek a katakombákba? Éppen ezért, miután üldözték őket, és noha nem templomokban, hanem magánházaknál tartották az isten tiszteleteket a korai keresztények, de hogyha rajta kapták őket, akkor súlyos büntetéseket kellett elszenvedniük, nem csak, hogy megbotozták, meg kiközösítették, meg nem tudom mi, hanem keresztre feszítették őket. És hát ezt szerették volna elkerülni, és ezért olyan helyeket találtak maguknak, ahol a nem, hogy most, hogy is mondjam csak, nem nagyon szigorú római rendőrség és büntetőjog
nem könnyen találta meg őket, tehát elmentek a föld alá. Ez nagyon érdekes dolog. Ugye mindaz, ami a későbbi politikában és népmozgalmakban történt, hogyha valamennyire illegális, akkor azt mondjuk rá, hogy föld alatti mozgalom. Uh-huh. Na ez valószínűleg oda kapcsolódik a korai kereszténységhez, mert ők is föld alatti mozgalomként éltek 2-3-400 éven keresztül. Viszont a mai Róma alatt 20-30-50 kilométernyi vájatokat véstek a dombokba. Ugye tudjuk, hogy Róma 7 dombra települt. A mi időszámításunk szerint 731 évvel korábban, mint Krisztus született volna. Nem, bocsánat, 753 évvel korábban. De visszakapcsoljak arra, hogy embermagasságú és több embermagasságú vájatokat véstek ezekbe a dombokba, és ezeknek a járataiban voltak kiszélesedések, ott tartották a istentiszteleteket, ott jöttek össze, ott temetkeztek, ez a legfontosabb, tehát kolumbáriumok is voltak. És a katakombák közül az egyik leghíresebb a Priscilla katakomba, amely a legnagyobbak egyike, és a legjobban feltártak egyike, és a fontossága nem csak a Priscilla katakombának, hanem az összesnek, hogy egykorú ábrázolásokat látunk az ókeresztény vallásról, és az ókeresztény művészetről, és az ókeresztény műveltségről. Ha megnézzük a korabeli ábrázolásokat, akkor azt látjuk, hogy a Priscilla katakomba is bizonyíték arra, hogy az ókeresztények nem úgy imádkoztak, ahogy ma a keresztény emberek, tehát a kezüket összetéve, hanem a két karjukat válból viszintesen, és az alsó karjukat az ég felé tartva imádkoztak, pontosan úgy, mint az ókori rómaiak bármelyik vallásokban. Tehát az imádkozásnak... Ezt a látjuk, ugye, hogy Krisztus imádkozik. Igen. Igen, és a hívek is követik őt a többi látható a falfestésen. Na most nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy már a kőkorban, vagy még régebben, ha fölelevenítjük magunknak, hogy ugye voltak a barlangrajzok a Pireneusban, és a többi hegységekben, egészen az Altáig bezárólag az ősemberi kultúrában, hogy az ember mindig is nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy megörökítse azt a dolgot, amit ő átélt, amit ő szeretett volna az utódoknak átadni. Mondjuk a Lascaux-i barlangban, ez is Pireneusok francia oldal, ott az volt, hogy tanítsák meg a későbbi generációknak, hogyan kell vadászni, hogyan kell elejteni a nagyobb állatokat, és így tovább, és így tovább. Az ókori keresztény, az ókeresztény katakombák pedig egészen addig, amíg föl nem jöhettek a föld színére, ez Nagy Konstantin 330 után, amikor államvallássá tette a kereszténységet, egészen addig volt. Aztán templomokat lehetett már építeni, és a templomok falát díszítették ilyen és hasonló jellegű ábrázolásokkal. Nagyon szép, nagyon korhű, nagyon, hogy mondjam, csak kifejező festményekkel. Áttérhetünk akkor egy Michelangelo szoborra? Igen. Annyit még, hogy ugye azt mondjuk, hogy Jézus Krisztust választjuk, és akkor válasszuk Michelangelo-t, mert neki nem is egy, hanem igen sok ábrázolása van Jézus születéséről és Jézus haláláról. Az első ilyen, az, amit Michelangelo 28-29 éves korában készített, ez a Pietà, amely ugye egy fiatal embernek, egy hihetetlenül tehetséges fiatal embernek egy majdnem 2-3 méteres márványtömbből kifaragott szobra, amelyen Mária az ölében tartja a keresztről levett, leemelt Jézus Krisztust, mielőtt a sírba helyezné. És ugyan, aki ismeri a szobrot, vagy nehogy is te látta volna Rómában a Szent Péter templomban, ahol most látható, az azt is látja, és mindig megütközik rajta, hogy hát hogy lehet az, hogy a 33 éves Jézus Krisztusnak
ilyen fiatal az anyja. Ezt már Michelangelónak is fölrótták annak idején, és ő úgy válaszolt, hogy miután Mária, pontosabban Szűz maradt egész életében, nézzék meg, hogy a szűzen maradt nők, azok milyen fiatalosan néznek ki idősebb korukban is. És ezzel lerázta magáról az összes olyan gyanúsítást, hogy ő kit rakott oda Mária helyett. Meg kell mondanom, hogy ez a szoborcsoport, ugye a kétalakos szoborcsoport, hangsúlyozom, kétalakos, erre még visszatérünk, ez nem annyira a gyászt, mint inkább a derűt és a tovább élést szimbolizálja. Mi másról szólhatna egy 28-29 éves fiatalembernek a műalkotása? Nézzük a következőt. Igen. Ez az utolsó ítélet. Ezt Michelangelo több mint 50 évesen festette a Sixtusi kápolnának az oltárképe gyakorlatilag, amely, ha jól megnézzük, három szintre taglódik. Középen van a földi, alul van a pokol, fönt pedig a mennyországi élet. És ha látjuk, Jézus Krisztus egy ilyen igazságosztó istenként emeli fel a jobb kezét, és inti azokat, akik bűnösek, ők a pokolra kerülnek, és a másik oldalon ott vannak az ártatlanok, akik a mennyországba fognak hamarosan kerülni. Ez azért fontos, most Jézus ábrázolásáról beszélünk, mert itt Jézus úgy jelenik meg, mint egy ereje teljében levő fiatalember. Nem az, akit a keresztről levettek, hanem az, aki az utolsó ítélet eljövetelekor egy fölmagasztosuló, egy fölmagasló Isten fia. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, majd erről, ha lehet, akkor később szólnék néhány szót, hogy a katolikus vallás és a reformált vallások, az evangélikus és a kálvinista vallás, a luteránus és a kálvinista vallás hogyan viszonylik a jó Istenhez és Jézushoz. Annyit még hozzá, hogy Michelangelo eredetileg mindenkit mesztelenül ábrázolt ezen a feskón, festményen, kivéve Máriát, aki a neki megfelelő színekben kék színű palásba volt burkolózva, de amikor megerősödött az 1600-as évek elején az ellenreformáció, akkor a pápa fölkérte Daniele da Volterrát, aki Michelangelo tanítványa volt, hogy fessen mindenkire egy ilyen, hogy is mondjam csak, leplecskét, amivel elleplezi azt, ami a ellenreformáció szerint nem volt igazán valláshű, vagy a vallásnak megfelelő ábrázolása. És aztán jóval később, amikor olyan 15 évvel ezelőtt a japán NHK televíziós társaság finanszírozásában csodálatosan megújították és restaurálták ezt a képet, akkor ahol lehetett, megpróbálták visszaállítani az eredeti Michelangelo-i kinézetet. Azt mondtam az előbb, hogy hogyan viszonyul a katolikus és a luteránus, illetve a kálvinista vallás a Jóistenhez és Jézushoz. Ezt azt hiszem sehol semmiféle vallásfilozófiában vagy vallástörténetben nem lehet olvasni, tehát akkor büszkén vagy bűnösen bevallom, hogy ez az én meglátásom, és ez úgy szól, hogy a katolikusok jóval közelebb érzik magukhoz az Istent, a reformátusok, illetve a luteránusok jóval közelebb érzik magukhoz Jézus Krisztust. Tehát Jézushoz úgy fordulnak a reformált vallások, mint egy idősebb testvérhez. Tehát egy sokkal emberibb Jézus Krisztust képzelnek el, és valósítanak meg maguknak. A katolikusok azok különbséget tesznek az Isten és Jézus Krisztus között, persze, mint a fia, és ezt a reformált vallásúak sem tagadják, de valahogy közelebbnek érzik magukhoz, hogy így közelebb jussanak az Istenhez Jézus Krisztuson keresztül. Még egyszer hangsúlyozom, ez az én különbejáratú nézetem. Mint ahogy az is, hogy, és most tessék gyorsan fölhorgadni mindenkinek, aki csak hallgatja, úgy látom, hogy a 20.-21. századra
Azok az országok és azok a népek, amelyek a reformált keresztény vallásokkal vannak jóba, illetve azok vannak a legtöbben annak a népnek a számán belül, azok jóval erősebb hajlamot mutatnak a demokratizmusra, mint azok a népek, vallások, amelyek a katolicizmust követik. És ennek úgy gondolom, hogy az oka az lehet, hogy a reformált vallásokban nincs az a piramisszerű hierarchia, ami a katolikus vallásban a mai napig ott van, és nagyon erősen tartja magát. Lehet velem vitatkozni természetesen. Nézzük hagyjuk akkor a ezt most következőt. A hallgatóinkra, a nézőinkre, és akkor természetesen. Itt a következő piéta. A következő piéta, az kérem szépen a Bandini, vagy Nikodémusz piéta, amit Michelangelo élete utolsó másfél évtizedének egyik nagyon-nagyon jellemző és jellegzetes darabjaként tartunk számon. Ez egy négy alakos szoborcsoport, amikor már Jézus Krisztus levették a keresztről, de még nem síratják, még nem helyezik a nyughelyére, csak éppen azt a pillanatot mutatja a levétel és a sírbatétel közötti pillanat. Jézus Krisztus egyik oldalán Szűz Mária, a másik oldalán Mária Magdolna. Úgy néz ki, hogy mind a ketten próbálják segíteni ezt a erejét elvesztett holt testet a maga fizikai súlyával megtámogatni, hogy kellő tiszteletet adva neki el lehessen helyezni. De ott magaslik fölötte az az alak, akit ezért is hívják Nikodémusznak, hogy a Bibliából vett példázat szerint Nikodémusz volt az, aki Jézus Krisztust még életében fölkereste, és tanácsot kért tőle, meg vitázott vele arról a nézett sorozatról, amit Jézus Krisztus képviselt. Ne felejtjük el, hogy Jézus Krisztus zsidó volt, csak ő teremtette meg azt a valamit, ami elvált a zsidóságtól. És Nikodémusznak is mindenféle kétségei voltak, mint hogy a kor nagyon-nagyon sok embernek, aki közel került Jézus Krisztushoz, hogy hogy ennek az átmenet a zsidóságból a kereszténységbe. Igen ám, csak hogy azt is föl lehet fedezni, hogyha alaposan megnézzük, ennek az alaknak az arca rendkívül módon hasonlít Michelangelo öregkori arcához. Tehát sokan úgy gondolják, hogy Michelangelo önmagát örökítette meg ebben, mint aki ugyancsak segédkezik a sírbatételben. És ez egy nagy megtiszteltetés, ő úgy gondolja, hogy talán megérdemelte ezt a megtiszteltetést. Megnézhetjük a következő szobrot, 1550-es évek. Ez a Palestrina Pieta, nevét onnan nyerte, hogy a Palestrina palotában volt nagyon-nagyon sokáig Rómában. Ez már csak három alakos. Itt hiányzik a férfi, illetve egy férfi van ott, Jézus Krisztus, körbevéve Mária Magdolnával és Szűz Máriával. És az az érdekes benne, hogy befejezetlen. Jézus Krisztusnak ezt az ábrázolását Michelangelo valahogy nem volt képes befejezni. Nem is annyira tehetségének és erejének fogyta miatt, hanem azért, mert nyilván persze betegségek is kínozták, de főként azért, mert abban a néhány év körüli időszakban nagyon sokan elhunytak a közeli ismerősei, barátai, szerettei közül. Például Vittoria Colonna, a korszak egyik kimagasló nő alakja, akivel Michelangelo hosszas levelezést folytatott, és sok-sok verset, szonettet írt neki. Nem szerelmes volt belé, mert az köztudott, sőt abban a korban is nagyon köztudott volt, hogy Michelangelo nem a nőket, hanem inkább a fiatal férfiakat szerette, de érdekes módon akkoriban senki nem volt ezen megütközve. Sőt, miután olyan nagy művész volt, nem hogy elnézték neki, de hát szinte legyintettek. És Michelangelo visszatérve nem szerelmes volt Colonnába, hanem méltó szellemi társnak gondolta őt, és szeretett vele mindenféle módon eszmét cserélni, mert hogy értelmes, okos
intelligens nőnek tartotta. Visszatérünk, tehát Michelangelo itt már eltűnt, és maradt összesen három alak. És a következő két-három évben, a halál előtt talán három évvel készítette az ő utolsó pietáját, ez a Ronda néni pietá, ugyancsak arról a helyről elnevezve, ahol sokáig található volt. Ezen már csak két alak található, de az is már csak nagyon-nagyon nehezen kivehetően, és a legérdekesebb, hogy Jézus Krisztusnak két jobb karja van, ugyanis ez azt mutatja, hogy Michelangelo egy korábbi, nagyobb, erősebb Krisztust faragott át egy ilyen teljesen sovány, meggyötört, az életről lemondó, szellemileg és lelkileg és testileg lemondó Jézus Krisztussá. Valószínű az lehetett, hogy ennek az első szobor megfogalmazása hasonlíthatott ahhoz a Jézus Krisztushoz, akit a Sixtusi kápolnában festett meg, a világbíró Jézus Krisztust. Itt viszont marad ez a két alak, emlékszünk ugye a fiatal korában megfaragott Pieta két alakos, aztán lett egy rengeteg alakos középpontban Jézus Krisztus, aztán egy négy alakos, aztán egy három alakos, és az utolsó pietája egy befejezetlen két alakos, amely szerintem talán a legerősebb hatást gyakorolja a mai kor emberére, mert annyira expresszív, hogy szinte hihetetlen, hogy ilyet valaki tudott csinálni, és egyáltalán, hogy nap mint nap odament és dolgozott rajta, mert Michelangelo élete utolsó pillanatáig dolgozott rajta. Legújabban fölfedeztek megfelelő műszaki technikai berendezések segítségével olyan vésőnyomokat, amelyekről biztosan lehetett tudni, hogy Michelangelo ezzel a vésőjével dolgozott ezen a szobron. És a, hogy mondjam csak, visszaemlékezések is úgy szólnak, hogy élete szinte utolsó percig dolgozott ezen a szobron. Nézzünk egy következő Jézust. Igen. De la Tour. Tessék? De la Tour. Ah, igen, Georges de la Tour. Mintegy 100 évvel Michelangelo után élt, és egy nagyon-nagyon izgalmas életet élt. És egy nagyon-nagyon izgalmas életművet hagyott hátra. Ezen a képen, ez meg tudom magyarázni, hogy mitől izgalmas a dolog. Azt látjuk, hogy összesen egy fényforrás világítja be a képet. Ez a kisded Jézusnak a meglátogatása, tehát a pásztorok imádása, ez a Jézus születése, pásztorok imádása, ez a képnek a címe. És ha megnézzük, a kép összes alakját egyetlen egy gyertyafénye világítja meg, amely azért nem világít a mi szemünkben, mert a gyertyát tartó József, Mária férje, eltakarja a kezével felünk eső fényét, tehát mint egy ernyőt odavetíti a többiekre, és a többieket lehet látni. Hogyha jól látjuk a képet, akkor azt látjuk, hogy Mária a két kezét összetéve imádkozik Jézus születésekor. Igen ám, csak az előbb megnéztük és láttuk és tudjuk, hogy az ókeresztény imádkozás az nem így ment, hanem úgy, hogy a két karját az imádkozó ember az ég felé tartotta, kázi széttárva. Akkor azt is mondhatjuk, hogy ez egy cseréptörés, ez egy hamisítás. Természetesen nem az, csak hát gondoljuk meg, hogy több mint másfél évezreddel Jézus születése után, hogy gondolták, hogy képzelték az 1500 évvel korábbi, 1600 évvel korábbi történeteket. Hát természetesen valahogy úgy, ahogy a saját korukban. Ennél fogva az öltözet is inkább a saját koruk öltözetére emlékeztetett. Legfeljebb, ha valamilyen keleties motívumot akartak belecsempészni, akkor a korabeli törökök, akik azért megjelentek Európában abban az időszakban, 1300-1400-es évektől kezdve az 1700-es évekig, Magyarországon 150 évig, és akkor valamilyen ilyen törökös valamit próbáltak föltenni az alakok fejére. Itt viszont azt látjuk, bocsánat, itt viszont azt látjuk, hogy
a pásztorok is, meg Szűz Mária is, meg József is 17. századbeli öltözetet visel, és hogyha Mária nem összezett kézzel imádkozott volna, akkor a korabeli emberek nem is tudták volna, hogy mire véljék, hogy mit csinál ez az ember, aki ég felé tartja a kezét. Nem is értették volna. A mi számunkra is csak az 1700-es évek második felétől kezdett nyilvánvalóvá válni, amikor föltárták a Róma alatti ókeresztény katakombákat. És itt ebben az az érdekes, hogy hogy ér össze a két világ az 1600-as évek kereszténysége a korai kereszténységgel, és ezek az ábrázolatok ugye arról volt szó, hogy a legtöbbször Jézus születését és Jézus halálát szokták ábrázolni, ha már Jézusról van szó. Ezek hogy próbálnak egymással megfelelni, illetve egymással konkurálni? Mire lennénk még kíváncsiak? Arra, hogy zenéket is gyűjtöttél, mégpedig Bach egyik művének a legkülönbözőbb feldolgozásait. Miért ilyen különös módon választottad a Bach-t? Valószínű, az lehet az oka a dolognak, valószínű, hát bolondozok én. Az az igazság, hogy miután Jézus Krisztusról volt szó a képi ábrázolásokban, úgy gondoltam, hogy talán a legjobb lenne, hogyha Jézus Krisztusról szólnának a zenék is, pontosabban egy és ugyanaz a zene, mint ahogy egy és ugyanaz a témája a képzőművészeti alkotásoknak, Jézus Krisztus. Ez Bach kantátájának a BWV 147-es tizedik tétele, ez a BW, szimpla B azt jelenti, hogy Bach Werke verzeichnis, vagyis hogy sorba állították Bachnak a műveit, mindenféle meggondolások szerint, és itt a kantáták közül a 147-nek a tizedik tétele, ez a eredeti németséggel Jesus bleibt meine Freude. Angolra is, magyarra is, más nyelvekre is úgy fordítják le, hogy Jézus az életemnek az öröme, az életemnek a gyönyörűsége. És a külön-külön mondjam a zenéket, vagy csak a végén majd együtt? Az első megfogalmazása nem időrendiben, hanem ebben a sorrendben, ez a hagyományos, amit a Dresdai Frauenkirchen templomban egy kórussal és egy zenekarral adnak elő, és mondom még egyszer, azért választottam főként ezt a zenét, nagyon-nagyon érdekes és Bachra jellemző módon egymásra úsztatja a kórus által énekelt zenét és a zenekar által játszott zenét. És az összes helyen így van, a következő zene egy holland 20.-21. századi úgynevezett régi zene művelő, úriember Tom Kopman, aki holland, az amszterdami barokk zenekarnak és kórusnak az előadásában fogjuk ugyanezt hallani. Utána pedig a másik 20. századi nagy régi zene alak. A régi zene azt jelenti, hogy a 20. században megpróbálták eredeti hangszereken, eredeti 17. 18. századi módon előadni azokat a műveket, amelyeket a 19. századi előadásmód egy 50-100 tagú zenekarral, ők egy 6-8-10 tagú zenekarral csinálták abban a meggondolásban, hogy nem is volt, nem is lehetett nagyobb zenekar ezeknek a műveknek az előadására. Aztán következik egy nagyon-nagyon izgalmas felvétel, Sissel Kirkebø, ez egy norvég világhírű komoly zene előadó művésznő, aki sajátos módon közelíti meg ezt a művet, és utoljára a 20. század igazi műfaja a jazz, amelyben a Swingle Singers adja elő ugyanezt a darabot. Úgyhogy ezeket fogjuk hallani. Kedves Kenesei András, a Biblia, mint történelmi és kultúrtörténeti forrás, csak a vallásos emberek számára nyújt eligazodást a világ dolgaiban, vagy esetleg az ateistáknak is jelent valamit? Nyilvánvalóan, mert hiszen minden olyan összefoglaló könyv, amely a vallási útmutatásokat foglalja magába, a Korán is ilyen természetesen, oszlassuk el a mindenféle tévhiteket,
a Korán egyáltalán nem uszít más vallások ellen, legfeljebb másképp veszi, másik veszi figyelembe őket. De már Mózes tisztáblás törvényei is erről szólnak, amiről a Biblia is szól, hogy hogyan kellene az embernek élnie, és példabeszédeket mutat arra a legszentebb embereknek, Jézus Krisztustól kezdve a legszentebb embereknek az élete fölvázolásával, vagy megírásával, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek szerint egy normális embernek mindenféleképpen jó lenne élnie. És hogy mennyire szükség van rá, évezredek óta ismételjük ugyanezeket a dolgokat Indiában, Mezopotámiában, a görög világban, az antik Rómában, a mai napig bezárólag, és sajnos továbbra is elkövetik az emberek ugyanazokat a bűnöket, amelyekre ezek a nagyon-nagyon fontos irodalmi és művészeti dolgok rá fölhívnák a figyelmüket, hogy na ezt, ha lehet, akkor ne tegyük, és mégis tesszük, mert ilyenek vagyunk, sajnos. Kedves Kenesei András, nagyon köszönöm, hogy eljöttél az olvasókörbe. Kedves hallgatóink, nézőink, javaslom, hogy az interneten kövessék nyomon Kenesei András munkásságát. Találkozunk a jövő héten ismét az olvasókörben. Viszontlátásra! Viszont hallásra.